Az óvodák pedagógus napja. Jó estét kívánok! Önök a Nagykunsági Híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorának külön kiadását látják 2022. július 1-én 18 óra 5 perckor. A Dériné Kulturális Központban tartotta pedagógus napi köszöntőjét a Madarász Imre Egyesített Óvoda, ahol Gulyás Ferencné intézményvezető és Sári Kovács Szilvia alpolgármester mondott ünnepi köszöntőt, majd a nyugdíjba vonuló óvodapedagógusoktól és glajkáktól búcsúztak el a vezetők és az óvodásaik. Sári Kovács Szilvia alpolgármester köszöntő gondolataiban elismeréssel szólt a karcagi Madarász Imre Egyesített Óvodák óvodapedagógusairól és az őket segítő kollégákról, akik a legkisebbekért eredményesen dolgoztak ebben a tanévben is. A legtöbb kisgyermek, ahová életében először a biztonságos szülői otthonból kerül, az óvoda. Ez lesz számára az első meghatározó idegen közeg, amivel megismerkedhet. Nem mindegy hát, hogy hová, milyen helyre, milyen környezetbe és milyen emberek közé kerül. Milyen az óvónéni, a dajkanéni, milyen ott a hangulat, hogyan fogadják és hogyan viszonyulnak hozzá. Hogyan segítik őt a játékban, a tanulásban, és mivel, hogyan telnek el napjai távol a szülőktől. Nagy tehát a felelőssége az óvodáknak. Ha belegondolunk, talán a legnagyobb, hiszen ezek a gyerekek még nagyon érzékenyek, védtelenek, sérülékenyek. A legtöbbük nem is volt még sokat távol édesanyjuktól, édesapjuktól, vagy ha igen, az ritkában a bölcsöde, de egészen biztosan csak köteli ismerősök, rokonok, zömében a nagyszülőknél történt. Fontos tehát, hogy az óvodában pozitív hatások érjék, biztonságos, meleg, nyugodt légkör fogadja, hiszen az itt kapott benyomások egész életükre elkísérik őket. A gyermekkor évei azok az esztendők, amikor a szív a legérzékenyebb, leghajlékonyabb. Amit oda elültetnek, az alig ha lehet valaha is onnan kipusztítani, déli oberünk. Úgy gondolom, hogy aki Karcagon adja be gyermekét óvodába, az nyugodtan mehet dolgozni, nyugodtan végezheti napi teendőit, mert a gyermeke a legjobb helyen, a legnagyobb biztonságban van. Szerencsére mi karcagiak elmondhatjuk, hogy jó helyen vannak kisgyermekeink, hiszen minden óvodánk kellően fel van szerelve, szépen fel van újítva, illetve a felújítások a mai napig zajlanak és tovább folytatódnak. Erre önkormányzatunk mindig nagy figyelmet és hangsúlyt fektetett. A falak között pedig minden óvodában minőségi pedagógiai munka folyik. Szabóné Szentesi Mária óvodapedagógus tagintézményvezető kiemelkedő óvodapedagógiai munkájáért Brunswick Teréz díjat vett át Budapesten. Ebből az alkalomból Gulyás Ferencné intézményvezető ismertette a díjazott szakmai életútját, majd ő és Sári Kovács Szilvia alpolgármester virágcsokorral köszöntötte a díjazottat, a SZIM óvodás gyermekei pedig műsorral. Pedagógusi és vezetői munkája során kiegyensúlyozott, kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatot ápol a vezetőtársaival, a partnerintézmények képviselőivel, a szakmai szervezetekkel. A tagintézmény vezetői feladatainak ellátása során kiemelkedő eredményeket ért el a környezettudatos magatartás kialakításában, környezeti értékeink megismertetésében, mind a gyermekek nevelése, mind a szülők szemléletformálásában. A zöld óvodává válás folyamatát koordinálta, irányította óvodájában, melynek eredményeként 2019-ben nevelőközösségével elnyerték az Örökös Zöld Óvoda címet. Bekapcsolódtak a legszebb konyhakertek programba, a csodálatosan kialakított fűszerkerttel, konyhakerttel országos első helyezést értek el. 2016-ban a Földművelésügyi Minisztérium zöld óvoda bázisintézményi feladatok ellátásával bízta meg az óvodáját Jászmegkun-Szolnok megyében, melynek szakmai koordinátoraként együttműködik a megye zöld óvodáival, segíti zöld óvodává válásukat, támogatást biztosít az új szenzitív módszerek megismertetésével, a fenntarthatóság fontosságának példaértékű bemutatásával. Helyszíni hospitálásokon lehetőséget biztosít a tapasztalatszerzésekre, városunk természeti, társadalmi értékeinek bemutatására. A
A Zöld Óvodák megyei koordinátoraként meseíró és rajzpályázatokat szervezett, óvodai módszereit bemutatta, melyek publikációja megjelent a Zöld Óvodák honlapján. A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ által évente kétszer megszervezett megyei pedagógiai hetek rendezvény sorozatában rendszeresen bekapcsolódik jó gyakorlatainak bemutatásával, előadások, bemutató foglalkozások tartásával. A témák a környezeti nevelés projektrendszerű bemutatása, a természeti tehetséggondozó műhely foglalkozások szervezése köré szerveződtek, melyeket a megye pedagógusai az új módszerek alkalmazásával bemutatott gyakorlaton keresztül ismerhettek meg. Nyugdíjba megy Romhányi Sándorné, a Jókai utcai óvoda tagóvoda vezetője, akit Gulyás Ferencné intézményvezető köszöntött és adta át részére az Emberi Erőforrások Minisztere által adományozott pedagógus szolgálati emlékérmet, majd óvodásai kollégái és unokái műsorral köszöntötték. Az eltelt több mint 40 év során bizonyítottad, hogy igényes nevelői egyéniséget, állandó megújulásra képes, és fontosnak tartó a folyamatos továbbképzés, 2000-ben vezető óvodapedagógus szakvizsgát tettél. A szakmai munkaközösségek aktív tagja voltál, számíthattak rád a kollégák. Az egy hét a környezetünk védelméért táborban minden évben közel 40 óvodás kisgyermek egy hetes nyári kikapcsolódását gazdagítottak szakmai munkáltal. A művészeti óvodai program megvalósítása során tagóvodában és csoportodban kiemelkedő eredményeket értél el. Bemutató foglalkozásokon ének, zene, énekes játék, gyermektánc, külső világ tevékeny megismerések projektrendszerű bemutatását, tehetségfejlesztő műhelymunkát láthattak tőle pedagógus kollégák, akiket új módszerek alkalmazásával ismertettél meg. A néphagyományápolás programod egyik alapidére volt, így az ünnepeitek, rendezvényeitek erősítették a hagyományok megtartását, a magyarság tudat megőrzését. A szülők partnerként vettek részt ezeken a rendezvényeken, melyek jó hangulatban zajlottak, átszőve az egész nevelési évet. A régmúltat kutatva mindig tudtál újat adni. Kutató munkádnak köszönhetően elkészült a magyarság története, a Népzene mindenkinek, a Kunok világtalálkozója című óvodai gyűjteménye. Kapitányné Zsuzsuc Andrea óvodapedagógus a Kúten utcai óvodából megy nyugdíjba. Őt is az intézményvezető köszöntötte, majd Földváriné Jeneses Katalin, a pedagógus szakszervezet Jászlikon Szolnok megyei elnöke, a pedagógus szakszervezet nevében adott át elismerést az óvónőnek. Emberileg hiteles, szakmailag elhivatott voltál. A gyerekekkel szemben mindig következetes, szeretet, elfogadás, bizalom jellemezte óvodapedagógusi magatartásodat. Gazdag módszertani kultúrával rendelkeztél, tudatos, tervszerű munkát példaértékű, tervező munkád mindig alapos, pontos, napra kész volt. Intézményünk tevékenységközpontú szakmai munkaközösségének évekig tagja voltál. A Városi Pedagógus Szakszervezet titkáraként a tágabb közösség érdekeit is nagy elkötelezettséggel képviselted, rendszeresen tájékoztatta a vezetőtársaidat, kollégáidat az aktuális hírekről. Ebben a munkában is mindig a naprakészség, a maximalizmus volt a jellemző. A tagóvoda vezető távollétében nagy odafigyeléssel, lelkiismeretesen végezted, segítetted az óvoda életének irányítását, összefogtad a nevelőközösséget, elláttad az aktuális feladatokat. A kollégákkal és a szülőkkel való kapcsolatod kiemelkedő volt. Együttműködés, kiegyensúlyozottság, őszintesség, támogató magatartás egymás tisztelete jellemezte, mely alapja volt a nevelőközösség eredményességének, és hozzájárult a gyermekek teljes személyiségének fejlődéséhez. Szintén ebből az óvodából vonul nyugdíjba.
Szekrényesi Józsefné Dajka, akit Gulyás Ferencné virággal köszöntött, majd a Kúten utcai óvoda gyermekei és az óvoda dolgozói búcsúztak el nyugdíjba vonuló kollégáiktól. Munka és a gyermekek iránti szeretetet motivált arra, hogy minél nagyobb tudással rendelkezzél, így elvégezted a Dajka képzőt. Mindig nagy odaadással, tisztelettel, alázattal végezted a munkádat. Nagy figyelmet fordítottál az óvodai környezeted rendjére, tisztaságára, segítetted az óvodapedagógusok mindennapi nevelő munkáját. Kreatív ötleteid voltak a csoportod és az óvoda esztétikus dekorálásához. Mindenkiben megkerested a szépet, a pozitív tulajdonságokat. Az elfogadás, a türelem, a segítőkészség, az odaadás jellemezte kapcsolataidat a gyerekekkel, a kolléganőkkel. Mindig figyelmes voltál. Tudtad mikor, kinek, mire van szüksége, hol kell a segítséged. Munkádat az utóbbi években a Maci csoportban végezted, de odafigyeltél, törődtél a többi csoportban lévő gyermekekkel, felnőttekkel. A gyerekeket nagyon szeretted, ők is téged. De emellett gondoskodtál a munkatársaidról, reggelit készítettél, néha még ebéddel is meglepted őket. Az elmúlt napokban hallottam a Kután utcai óvoda folyosóján, hogy erről ne feledkezz meg az elkövetkezendő hónapokban, években sem. A Csokonai utcai óvodából Karászi Sándorné Dajka megy nyugdíjba, akit az intézményvezető köszöntője után óvodája, Margaréta csoportos gyermekei és kollégái köszöntöttek. A közösségét végzett feladatok ellátásában maximálisan helytálltál. A gyerekek iránt érzett szereteted megmutatkozott a velük való bánásmódodban, törődések során. Munkatársaiddal, a szülőkkel egyaránt jó kapcsolatot ápoltál. Rendkívül segítőkész vagy, mindig lehetett rád számítani. Szívesen helyettesítetted a kolléganőidet is, ha szükség volt rá. Mindenkor odafigyeltél az óvoda és a csoportod környezetére, tisztaságára. Az óvodád és a csoportod ünnepségein, annak előkészítésében mindig aktívan kivetted részed. A kirándulásokon, sétákon örömmel vettél részt, szívesen felügyelted a gyermekeket. Ezeket az alkalmakat fotózással is megörökítetted, és a szülők számára is örömet szereztél ezzel. Az óvodád csoportos virágainak gondozására odafigyeltél, és arra is, hogy ne csak évközben, hanem a nyári szünet alatt is szépek maradjanak. A csoportszobár akváriumára nagy gondot fordítottál, tisztán tartottad, hogy a gyerekek szeretett halaikban, azok környezetében örömmel tündörködhessenek. Az óvodai leltározás során fontos szerepet töltöttél be vezetőid mellett. A textíliákért te vállaltál felelősséget. Sok-sok éven át óvodádban a tisztasági meszeléseknél mindig számíthattunk munkádra. Nagy öröm volt munkatársaid számára, amikor egy-egy alkalommal a nyári munkáratok alatt finom ebéddel lepted meg őket. Nagy segítséget jelentett, hogy a hétvégi munkálatok során, illetve a szünetekben ügyeletes szerepet is vállaltál. Az ünnepség második része Gulyás Ferencné az alábbi pedagógus napi köszöntőjével kezdődött. A pedagógus nap ünnep valamennyiünk számára, akik a mindennapokban az óvodás gyermekekért tevékenykedünk. Ünnep, hisz nem kis feladatot vállaltunk. A családok gyermekeik nevelését, fejlesztését bízták ránk az óvodai nevelés keretében. Ebben az évben 9 óvodában, 29 óvodai csoportban 600 óvodás gyermeket neveltünk, fejlesztettünk legjobb tudásunk mellett. A gyermekek neveléséhez intézményünk fenntartója, Karcagváros önkormányzata kiemelkedően jó feltételeket biztosít, hiszen óvodáink infrastruktúrális fejlesztései folyamatosak. Az elmúlt években megújult óvodai épületek után ezen a nyáron a Szimóvoda konyhájának és a Kinizsi úti óvoda tetőszerkezetének felújítására kerül sor. Az épületek megújulása mellett
a szakmai tartalmi munka fejlesztése folyamatos, melyhez az elhivatott pedagógus szakmai munka mellett pályázati projektekbe kapcsolódunk be, minden esetben fenntartói támogatással, egyetértéssel. Köszönöm innen is Szepesi Tibor alpolgármester úrnak, alpolgármester asszonynak a képviselőtestület támogatását. Köszönöm, hogy a működtetés fejlesztések mellett szakmai munkánkat is figyelemmel kísérik, rendezvényeinket személyes jelenlétükkel, elismerésükkel támogatják. Az elmúlt 2 év rendkívüli működést hozott intézményünk, dolgozóink, az óvodáinkba járó gyermekek és családok életébe. Voltak rendkívüli szünetek, hosszabb, rövidebb ideig, betegségek, felgyógyulások, de egy dolog a gyermekek ellátása, nevelése, fejlesztése érdekében végzett elhivatott munkánk folyamatos volt. A 2021-22-es nevelési évben már megtanultunk együtt élni, reméljük mostanra magunk mögött hagyva ezt a helyzetet, a gyors döntéshozatallal, a működésben a gyermekek ellátása érdekében. Ezen időszak alatt pedagógusaink a hagyományos kapcsolati formákat mind szakmai kapcsolatainkban, mind pedig a szülőkkel való napi kapcsolattartásban kiegészítették, megerősítették a digitalizáció fejlődése adta lehetőségekkel. Óvodáink, csoportjaink jelen vannak a közösségi média felületein, ahol gyors kapcsolatfelvételre, tájékoztatásra van lehetőség. Az információk átadásának sokszínűségében kiemelkedő a helyi média által közvetített óvodai programok gazdagsága, amelyet ezúton is megköszönök a média képviselőinek. Munkájukhoz további jó egészséget, sok pozitív élményt kívánok. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy pedagógusaink számára is fontos, hogy munkájukról, eredményeikről a hagyományos formákon túl is tájékoztatást nyújtsanak. Így készülhet el évente 8-10 színes képekkel, eredményekkel teli projektfüzet a megvalósult óvodai programjainkról. Az elmúlt napokban a Bács-Kiskun megyei TIT által szervezett Országos Óvodapedagógiai Nyári Egyetemre vittünk ezekből a projektfüzetekből a résztvevő óvodapedagógusoknak, a meglátogatott 3 felvidéki óvodapedagógusainak, azt hiszem nem kell mondanom, nagy sikerrel, rövid idő alatt mindegyik gazdára talált. Kiemelt eredményeket értünk el a tehetséggondozás területén, jelenleg 27 tehetséggondozó műhely működik óvodáinkban, melyből 7 nemzeti tehetségprogram által támogatott. Köszönöm a műhelyvezetők és segítőik elhivatott eredményes munkáját. 25 éves jubileumi díjat adott át Szőkéné Nátházi Mária gazdasági vezető Kárászi Sándorné Dajkának. 30 éves jubileumi díjba részesült Szabó Erika óvodapedagógus, Nagy Népusztai Tünde óvodapedagógus, Kis Anikó Krisztina óvodapedagógus. 40 éves jubileumi díjba részesült kapitányné Zsuzsuc Andrea óvodapedagógus, Szekrényesi Józsefné Dajka. Ebben az évben évpedagógus a díjba részesült kapitányné Zsuzsuc Andrea, a Kúten utcai óvoda óvodapedagógusa, Kovácsné Fodor Mónika, a Szím óvoda óvodapedagógusa, Popovicsné Nagy Mária, a Takács Péter utcai óvoda óvodapedagógusa. Az év pedagógiai munkát segítő díjat kapta Karászi Sándorné, a Csokonai utcai óvoda dajkája, és Reményi Judit, az óvoda központ adminisztrátora. Az év óvodája ebben a nevelési évben a Kinizsi utcai óvoda nevelő közössége lett. A díjazottakat, az intézmény valamennyi dolgozóját, a nyugdíjasokat zenés ünnepi műsorral Karcagi Nagy Zoltán és Andi előadó művészek köszöntötték. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!